Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal az Illumináti Hírek Röviden című videóban négy hírt szeretnék megmutatni. Az elsőben szó lesz az okos otthon problematikájáról, azzal kapcsolatban, hogy ez távolról korlátozható, hogyha úgy dönt a kormány, illetve a szabályozó szervezet, valamint arról is, hogy Magyarországon már mesterséges intelligencia prédikált, egy templomban női börtönbe zártak egy transznemű férfit, illetve állítólag meteor csapódott a holdba. Mielőtt ennek nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Még januárban 9-én számolt be a tisztajövő.hu, illetve az alternatívenergia.hu szintén arról, hogy távolról korlátoznák a lakosság hőszivattyúit és az elektromos autóknak a töltőit. A tervezet szerint a szolgáltatók korlátozhatnák a háztartások hőszivattyúinak és elektromos autó töltőinek az áramellátását. Ez Németország, amiről szó van most, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő villamos energia. Mesterségesen visszafogni a villamos energia keresletet, ha a fogyasztás meghaladja a kínálatot szükségletet és nem csak szükségletet hanem hiányt azért hogy az emberekkel elfogadtassák ezt a kvótarendszert vagy amit alkalmaztak azt hiszem hogy a második világháborúban egyfajta fejadag rendszert és azokra a termékekre és szolgáltatásokra amelyek a legfontosabbak a normál életünkhöz nézzük meg Orbán Viktornak ezt a rövid nyilatkozatát hogyha esetleg valaki nem emlékezne rá, bár ezt számos alkalommal lejátszottam az európai politikával kapcsolatban, amit mond. Hát egyfolytában ezt érzem, az európai politika nagy része megrendezett. Hát egyfolytában ezt érzem, az európai politika nagy része megrendezett. Hiszen ezekből áll, hogy nincs semmi rendkívül Szóval az európai politika nagy része az megrendezett, és ez nyilvánvaló mindenki számára, aki figyelt az elmúlt néhány évtizedben, terelnek be mindenkit a városokba, azokba a kaptárakba, amit építenek most föl ebből az ingyen pénzből. Egy ilyen korlátozás esetén egy elektromos autót 50 km tudna megtenni három órás töltéssel. Ez az, amiről beszéltem, így megszűnik az embereknek a mozgási szabadsága és lehetősége. Ezáltal könnyebben ellenőrizhetővé válik. És milliárdokat lehet ezzel, ember milliárdokat lehet ezzel bentartani abban az álomvilágban, hogy. És ez az egész űrkutatásnak a lényege. Óriási pénzeket lehet ezért egyrészt szerintem elkölteni, és relatívek is befektetés szükséges, hiszen ezeket a rajzokat, amiket látunk az űrről, nem tudom, hogy egy mesterséges intelligencia mennyit tud ebből kiokádni naponta, hogyha beprogramozzák, de végtelen szerintem. Az oktatási rendszer létrehoz olyan droidokat, és hányja ki magából ezeket a droidokat, emberek azok lényegében, akiket beprogramoz az elit úgy, ahogy csak akar. És mindenkinek az egzisztenciája függ attól, hogy mennyire hajlandó védelmezni ezt a, ezt a rendszert, amit kialakít az oktatás. Létrehoztunk magunknak egy spirituális vezetőt, aki nem is spirituális, hisz nincs lelke. Szóval, hova jutott a világ? És ezt mind annak köszönhetjük, amit bemutattam itt. Létrehoztak egy mesevilágot. Beprogramozták az embereket arra, hogy a tudás és a tudósok a lényeg, ők azok, akik megmondják nekünk, hogy mi a valóság, onnantól kezdve a következő lépés itt van, hogy ez prédikál az embereknek. És ez Magyarország ez nem is valahol akárhol Nyugat-Európában. Lássa mindenki most már az írást a falon. Mi egy, az egész világot egybe fogják tömöríteni. Most már az is, ami elválasztotta eddig az embereket, a vallás, azt is szépen sikerült annyira felhígítani az egészet, hogy gyakorlatilag mindenki egy helyen fog tudni ülni, és nézi majd, meg hallgatja, hogy egy robot elmondja Isten üzenetét. Mi, mi lehet ott Ebben a gyülekezetben, aminek a lelki pásztora azt mondja, hogy Isten igéjét bárki közvetítheti. Gondolkozzunk már el egy pillanatra, hogy hova jutott a világ. Azt mondja, hogy Isten igéjét egy robot képes közvetíteni úgy, hogy annak nincs lelke. Nem is lehet kapcsolatban semmivel, és ő azt hiszi, nem, ez nem, nem tudom elképzelni ezt, hogy mi történhet ott. Magát transzneműnek valló Isla Bryson, a héten ítélte el a glasgói Legfelsőbb Bíróság, 2016-ban és 19-ben megerőszakolt két nőt, a vádemelés után transzneműnek kezdte vallani magát, hogy ezzel elkerülje egy férfiakkal teli börtönbe kerülést. De legyen elég ennyi ebből a bizarr világból, amiben élünk.